Hiába van még csak július vége, már elkezdődött a szület. A Dél-Balatonon már szedik a csaba gyöngyét. A májusi meleg miatt korán jött a szőlő virágzása, és így a szület is. Hatalmas fürtökben lóg a vesszőkön a legkorábbi betakarítású csaba gyöngye. A meleg és csapadékos májusnak köszönhetően idén rengeteg lesz a szőlő. Ordacsehiben már megkezdték a szüretet, a munkáknak az időjárás is kedvez. Egészséges és szép a termés, annak ellenére, hogy fagy és jégkár is volt az idén. Mind a kettő, tehát a fagykárt is, a jégkárt is ki kellett nőni a szőlőnek, de hál' Istennek a szőlő azért képes gyönyörű, szép reprodukcióra. Most még úgy tűnik, hogy elfogadható lesz a mennyiség és a minőség is. A csaba gyöngye egy friss, könnyű, gyümölcsös, üdítőbor. Kimondottan a nyár végére alkalmas, igazi szőlőízű bor. 40 hektárról szüreteltünk, körülbelül 60 termelőtől vásároljuk meg ezt a szőlőt, a mennyiség pedig összesen 350 ezer kilogramm. Békés Csabán nemesítették a csaba gyöngyét, a neve is innen származik. Ezt a fajtát leginkább belföldön értékesítik.